Jó, már igazából egyrészt fogytál a plakátot, és ez az úgy fogy húzós. Ez egy kimondottan kedvencem egyik barátunknak, úgyhogy megemlékezünk róluk, hogy milyen biztonságokat tudtak elkövetni a magyar lakosság számára és hátrányára. Nyomjátok ki nyugodtan, ez tényleg az a barát, akiről mindjárt meg fogunk emlékezni. Napjátok nyugodtan, hadd itt helyes Európánkon! Fölvállapjatok rájuk! Valamiért betart a Sopronban maga a világnyitó táblája. Lehet, hogy nem csak nekem van velük bajom. Nyomjátok itt a nép, nyomjátok a bankra a plakátokat! Nem fogjuk most megbeszélni. Még most. 30 emberé nem mutatom el magam. Majd titokban. Nem, nem csináljuk. Akkor nem ilyen. Na persze, hát így van, persze. Ugye ez is úgy volt, plakátolást először csak megcsináltuk, aztán bejelentettük. Hátra találunk rá majd egyszer egy jobb készagot, hogy lehet bezúzni is. Nyilván nem, mert ezt raktam. Ha olyan csináljuk, hogy titokban lesz, vagy annyi emberrel, hogy megérje. Így van, azért mondom, hogy itt most nem. Tehát nem, mert még tovább akarunk menni a Deák-téren. Nem állunk le. Valamit tudnodok kell erről a bankról. Ha ez a bank nem lenne, vagy ez a bank egy hónappal ezelőtt, tavalyi év augusztus 6-án nem úgy viselkedik velünk, így kettőnkkel, ahogy viselkedett, akkor mi ebben a harcban nem veszünk részt. Az úgy történt, hogy a Sopronban, miután már 2009 óta vitatkoztunk velünk, hogy mégis hogy is van ez az átverés, behívott minket egy beszélgetésre. Sopronban van a központjuk, most biztos én megkapták a nevüket, nem valami fantáziadúsak. És elmentünk oda kettőn a feleségemmel, három jogász állt velünk szembe, és néhány perc után nem igazán voltak érveik. Elmondtuk nekik, hogy miért csalás. Rámutattunk a szerződésben az ellentmondásokra. És akkor ezek a jogászok, megbecsült emberek elkezdtek velünk üvöltözni. Kiabáltak, kikertek magukból, és eltorzult az arcuk. Fenyegettek minket azzal, hogy elveszik a házainkat. Fenyegettek minket azzal, hogy a gyerekeink is adósságba fognak kerülni. Fenyegettek azzal, hogy soha nem szűnik meg az adósságunk. Mondtam nekik, semmi gond, egyezünk meg. Két házunkban, az egyiket odaadjuk, a másik maradjon a miénk. És akkor azt mondták, hogy szó sem lehet róla, de mind a kettőt elveszik. Hát mi elindultunk onnan hazafelé, még azt a 30 ezer felé, de az az út került, azt is kifizettem velük, meg azt az egy napomat is, mert jó szeles nap volt, és mentem volna sportolni, hogy ez több milliót ér, amikor én nem sportolok. És ez a bank azt tette akkor, hogy azt mondja, hogy elég volt. Mi ezzel a bankkal meg fogunk harcolni. Nem adjuk oda nekik a házainkat, nem fizetünk egy fillért se nekik, egyébként akkor már néhány hónapja nem fizettünk. És megmondtam nekik, hogy elhozhatnak a jó vödös picsába Magyarországról. És azt mondta ott a dicső Viktória, hogy ezzel az ajánlattal nem mer oda menni a főnökéhez. Ha
örökét, majd én elmondom neki, hogy miért jól járna vele. Arra sem volt hajlandó, és ez a Sopronban nagyon hamar elindított ellenünk a végrehajtást. Decemberben már megkaptuk a végrehajtásról az okiratot, és aztán ez a gondozóta sem tudja elmenni a házunkat. Mi magunk utána jártunk jogilag, hogy hogyan lehetne ebből kibújni. Jelenleg a bíróság úgy gondolja, hogy országos ez a szerződés, ezért felfüggesztette a végrehajtást. Majd november végén találkozunk először a bíróságon, mert pont megvan időnk arra, hogy ebben a harcban részt vegyünk. Sokan megkérdezik tőlem, hogyha mi ki tudunk szabadulni, akkor vajon mi a francnak vagyunk még ebben a harcban? Hát értetek? Azokért az emberek kér, akik nem értenek hozzá, akik nem tudnak maguktól kijönni ebből a csodából, akiknek nincs pénzük erre, és azokért is, akik most otthon vannak, és nem ellették fel a segítséget, hogy elvajonnak velünk, de értük is. Mert azok az emberek, ha nem szabadulnak ki, akkor Magyarországnak vége. Akkor Magyarországot kihozzák, mert Magyarországon akkor lesz 10 millió koldus. De nem szeretnénk 10 millió koldus lenni, mi szeretnénk egy virágzó országban élni. És ezért a virágzó országért járkálnak ennyit, ezért a virágzó országért, amit már látunk előre, éhezünk Orbán Viktor házánál, ezért megyünk vissza novemberig szárgolni, és ezért vállaljuk azt, hogy kiragasztatjuk a kirakatokra ezeket a plakátokat. És ezért vállaljuk, hogyha kell, hogy akár a jövő héten kezünkbe veszünk egy féltéglát, vagy egy kalapácsot, és ha ebből nem ért a Magszövetség, és nem ért belőle a kormány, akkor bizony ezek, vagy akár a többi, a Raiffeisen, meg az OTP, meg a többi bank kirakata is darabokba hullva fog leesni. Hatalmas zajjal, ha nem értették azt, amit a Bambi-ben mondom, nem értették a dobálást, nem értették azt, hogy síporunk, nem értették azt, amit tettünk, akkor meg kell, hogy hallják a csörgő üveget hangját. És ha sem értik, akkor lehet, hogy lesz nálam gyuka is. Én most ehhez kérem azoknak a bátor embereknek a jelentkezését, akik hajlandók erre. Bűncselekmény. Ez, amit most csinálunk, ez legfeljebb szabálysértés. Bevállaltuk, ti is bevállaltátok. Legfeljebb majd polgári felesúton kártérítést kérnek a bankot. De egy ilyen üveg nem olcsó. A bank majd megpróbálja megtéríteni a kárát. De kérdezem én a hozzátok belegyő betörőt, a bajszerűvel, és a bajszerűvel eltörik, akkor vajon ki kellene neked fizetni? Ha nem kell, hát akkor mi hogy fizetnénk meg ki nekik az üvege? Ugyanis az üvege, ami mindenféle csaló hirdetésekkel van tele, azzal rabolt ki minket. Az az eszköze. Egy rablónak nem fogunk megfizetni semmit, a rablót be fogunk börtönözni. Az összes mocskos jogászával együtt, akik ha nem mi vagyunk ott, és nem vagyunk olyan lelki állapokra, akkor most lehet, hogy az lenne lehet igaz, hogy az is gyilkos, aki öngyilkosságba hajtol egy másik ember. Ha egy kevésbé felkészült ember van ott azon az egyébkedésen, a gyermek maga meg, és utána kezdem elkülön. De állok másért el, állok azért fel, hogy megmutatjuk, hogy ez az ország ebből tudott szabadon. Nem értek rá, mert tárgyaltok állandóan, meg menettek a drága kocsikon. Lehet, hogy ezek sietnek tárgyalni velünk, ugyanis ugye most kaptunk egy hírt arról, hogy a Bankszövetség te nem akar tárgyalni. Kíváncsi leszek erre a tárgyalásra. Ha ez így van és igaz, mert pedig nagyon úgy tűnik, ugye? Nagyon úgy tűnik, hogy igaz, akkor én azt gondolom, hogy az eddigi munkánknak volt eredménye. Na de azért jöttünk el itt tovább plakátolni, hogy megmutassuk, hogy ez a tárgyalás nem akármilyen lesz, ha csak lehet ott leszek. Ha mit gondoltok, mit fogok követelni? Vagy azt, hogy forintosítok, fizetünk meg? Nem. Ugye nem fizetünk már nekünk a kocsmoknak egy pillért sem. Nem bizony, amit én fogok követelni, az az, hogy itt azonnal abba hagyjuk a fizetéseket, minden hitelnél, autó és szabad felhasználásúnál is, a bankok, a
megfelelő kártalanítást fizessen ki minden egyes adósnak. Aki 10 milliót vett fel, annak 10 milliót. Aki 20-at, annak 20-at. És tanulják meg önökre ezek a mocskok, hogy magyar ember nem lehet kifosztani, mert a magyar ember kiáll az igazáért, sarkára áll, és meg fogja mutatni, hogy elég volt a kifosztásban. Én köszönöm szépen. Az eddigi hírekkel ellentétben nem megyünk még haza, mert vannak még hallgatóink. Úgy döntöttünk, ha beleegyeztek, hogy a gyalogosok, átsétálunk ide mindannyian a Rafihoz. Az a kérdésem, hogy most senki ne jöjjön be az autójába. Az autósok, a sofőrök pedig jöjjenek velünk tovább a Deák téren, ezen az oldalon. És a másik oldalra hangos dudálással biztassanak minket, és a Deák téren még az összes bankot végig parkoljuk. És amikor végigérünk, ott a Bazilikánál, ott abba fogjuk hagyni, és ott fogunk elköszönni egymásról. Ha valaki vissza akar menni a Cinege útra, mert ott van bármilyen cucca, az a kérésem, hogy jöjjön oda hozzám, és ahogy ígértem, visszaviszem, illetve azok az autósok, akik még tudnak vállalni, mert mi van akkor, hogy az enyémben nem férünk be mindannyian, akkor menni akkor légy szét, kicsit várjatok, mert a szükségünk lesz látunk. Én köszönöm eddig is, most pedig akkor menjünk be a gyalogátkelőn, a sofőrök pedig majd szépen a rendőri kísérettel jöjjenek tovább, és nagyon hangosan, sűrű tudálással biztassanak minket.